A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetések vendége Molnár Hajnalka, a Hajnal Mozgás tér vezetője, akinek a növendékei nagyon szép eredményeket értek el nem olyan régen Olaszországban a póza, légtorna és rúd világbajnokságon. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszöntöm a nézőket és téged is. Nem először beszélgetünk már így a fehérvári beszélgetések keretében. Néhány évvel ezelőtt már itt voltál, azóta sok minden változott itt nálunk is, mondjuk a stúdió, de hát nálatok is egyébként így az eredmények, meg úgy minden, ami történt a néhány év során. Úgyhogy gondoltam, hogy most az eredmények miatt is nyilván beszélgessük meg azért is, hogy hát mi történt ebben a néhány évben a hajnalmozgástérrel és veletek. Gyönyörű eredmények születtek, mindjárt majd el is mondod nekünk, hogy itt a világbajnokságon mi mindent sikerült a lányoknak szerezni így éremben. Volt ennek egy előzménye egyébként ennek a világbajnokságnak, ugye kellett erre kvalifikálni magukat a lányoknak, volt egy Európa-bajnokság. Mi minden volt így az előzménye ennek a póza versenynek? Hát a 2023-as év az nagyon izgalmas a sikeredet. Nálunk mindig úgy van, hogy a Magyar Légtornás Szövetség május környékén rendezi meg az országos kvalifikációt, aminek mentén el lehet jutni nemzetközi versenyekre, így az Európa-bajnokságra és világbajnokságra. És az országos bajnokságon nagyon jól szerepeltek a lányok. Nyilván ehhez az is hozzájárult, hogy elvégeztem egy bírói képzést, tehát én a Légtorna Szövetségnek a bírói képzését elvégeztem, és így nyilván még jobban, és ezt azért csináltam első sorban, hogy a gyerekeket minél megfelelőbben tudjam felkészíteni, mert itt nagyon sok szabályrendszernek meg kell felelni. Ez nem csak egy olyan sima átlagos verseny, hogy szép legyen a koreográfia, hanem itt úgy, mint más sportágnak, mivel hivatalos sportággá szeretne válni ez a sport is, és most már itt vagyunk az ajtóban, hogy ez meg is történjen. Ezért vannak ezek a struktúrált szabályrendszerek, tehát egy bíró csak azt pontozza, hogy milyen tartáshibák, milyen lomhán, vagy milyen nem megfelelően, tehát csak levon, a másik bíró csak pozitív értékelést ad, és ezen felül van egy kötelező nehéz elem táblázat is, amiben nagyon struktúráltan látszik az, hogy bizonyos korosztálynak igenis mi az a kötelező, amit meg kell csinálni, és hogyha azt nem teljesíti olyan szabályszerűen, hogy az tényleg minden tükti legyen, akkor azért nem is kap pontot. Tehát ebből áll le, és akkor vannak még egyéb pontlevonások is. Tehát igazából, ja, még időmérő bíró is van, aki csak azt nézi, hogy a talajkoreográfiát pontosan megvolt-e 30 másodperc, vagy annál több, de ha annál kevesebb, akkor egy pontot se értél. Tehát nagyon sok összetevője van, és a Magyar Országos Bajnokságra nagyon fegyelmezetten, nagyon-nagyon nagy kihívással úgy edzettem már a gyerekeket, hogy ezeknek mindnek a legmaximálisabban megfeleljenek. Ennek meg is volt az eredménye. Én már számát szerét nem tudom hány arany is, de rengeteg érmet szereztünk, és így történt az, hogy nagyon sok versenyző kvalifikált az Európa és Világbajnokságra. Összesen 13 olyan gyermek volt, aki úgy kvalifikált, hogy az első három helyezetben benne volt, és úgy vállalta is azt, hogy készüljünk az EB-re és a VB-re, és ebből nyilván, mivel ez a szülők részéről is egy költség, ez egy odaadás, ez egy áldozat, mert az edzésekre még jobban kell készülni és egyebek, így végül is az Európa-bajnokságra, amit júniusban rendeztek meg, oda 11 versenyző indult el. 14 koreográfiával indultunk, volt olyan, aki több számban is szerepelt. Itt a szakágak úgy néznek ki, hogy van hemok szakág, karika szakág, szilk szakág jelen pillanatban, de szerintem a jövőben lehet, hogy ez is majd bővülni fog, ez majd a szövetségtől és a nemzetközi folyamatoktól fog függni szerintem. És akkor ezekben a szakágakban, bizonyos korcsoportokban elértük végül az Európa-bajnokságot, amit szintén Olaszországban rendeztek meg nagy szerencsénkre, mert azért ez nyilván másabb, tavaly például Észtországban volt, tehát hogy azért könnyebb volt eljutni, és ott 3 arany érmet szereztünk, 6 ezüstöt, és még egyéb helyezéseket is.
Ez volt a Bologna, és hát utána jött egy kis nyári szünet, ugye a nyár az mindenkinek egy kicsit más, mert azért tudjuk nagyon jól minden sportágban, hogy a nyáron azért van egy kis szabadság, egy kis szabadidő, és akik vállalták aztán, hogy a VB-re ezután a kvalifikáció után elmennek, ott is 11 tanítványomról van szó, és ott viszont be kellett áldozni az augusztusi hónapot is az edzésre. Itt közben látjuk, hogy szerintem az Európa-bajnokságon készült ez a felvétel. Ugye már egy kicsit beszéltél így a zsűrinek, vagy a bíróknak a feladatáról, a munkájáról. Hány bíró volt kint például az Európa-bajnokságon? Milyen országokból érkeztek? Mit lehet róluk tudni? Mindig úgy van, hogy van egy A panel és B panel, hogy az egyik koreográfiát azért, hogy legyen idejük a pontokat megnézni, rendszerezni, leadni, összesíteni minden. A panel, B panel. Egy A panelben, hát nem akarok, 7-8 van egy panelben, tehát 16 bíró legalább van, és még van egy főbíró is, úgyhogy nagyon nagy a létszáma a bírói testületnek, akik, és ebben vannak nyilván, aki nem csak bíró, hanem adminisztratív feladatokat lát el, tehát hogy elég nagy, népes a száma, és hát több országból jelen vannak olasz bírók, volt, nem is tudom, tehát rengeteg, más volt az Európa-bajnokság, meg a világbajnokság, a világbajnokságon ott több volt az olasz bíró, nyilván az olasz sajátosságból, tehát azért jellemző, hogy ahol megrendezik, ott van nyilván a legtöbb, hogy ne kelljen annyit utazgatni annak a rengeteg bírónak, de rengeteg helyről jöttek. Most itt éppen egy szilken gyakorlatot, vagy nem tudom, minek nevezzük, koreográfiát látunk. Ugye mondtad, hogy van egy talajrész, aminek akkor ezek szerint 30 másodpercnek kell lenni, ha már úgy nagyjából túl vagyunk, igen, minimum. És utána milyen elemeket kell beletennetek, vagy beletennie a versenyzőnek, hogy az mondjuk látványos is legyen, nehézségi fokra is úgy legyen, hogy aztán az ember egy Európa-bajnokságot tudjon nyerni, vagy akár egy világbajnokságot. Hát, mint mondtam, hogy a korcsoportnak megfelelően megvan adva, hogy milyen elemekig választhat a versenyző, és a lényeg, hogy a struktúrája mindenképp kötelező egy hajlékonysági elem benne, ez minimum egy, de akár több is lehet, egy erőelem, egy dinamikus elem, ami azt jelenti, hogy egy leforgás, zuhanás és egyebek, és egy balanszelem, ahol az a lényeg, hogy a levegőben magasan, hogy hogyan tud egy elemet az ember vagy kézerővel, vagy bármilyen testhelyzetben kibalanszálni, és azt megtartani, és ezeket az elemeket nem elég csak megcsinálni, hanem azt tökéletesen, és meg is kell tartani több másodpercig, mert még az is számít, hogyha a zsűri, a bírók nem jó szögből látják, és nem látszik az, hogy a minimum követelmény például az, hogy 180 fokos párga, és az nem látszik a koreográfia alatt, akkor sajnos arra nem kapnak pontot, mivel hogy sajnos ez értékelhetetlennek minősül. Tehát még szegény versenyzőnek azzal is küzdenie kell, hogy nem elég, hogy megcsinálja zenére, pontosan beállítva, gyönyörűen és minden úgy, ahogy kell, még azok a nehézségi tényezők közben játszanak sajnos a versenyzés közben, hogyha nem megfelelő szögben van, nem tudja megvárni, hogy az időben, zenében még kiférjen, hogy odaforduljon a zsűrinek. Ezért szoktuk szeretni, mostanában ez már eléggé gyakorlatoztatom őket, hogy minden elmet próbáljunk forgatni, hogy minél többet forog az elem, annál biztosabb és annál több esély van rá, hogy minden szögből teljesen jól fog látszani. Pont itt ennél egyébként a szilkni, mert még mindig ezek a felvételek mennek, hogy nagyon fontos az, hogy még arra is kell figyelni a versenyzőnek, mindemellett, hogy zenére azért ugye kijöjjön az majd a legvégén a koreográfia, hogy hányszor tekeri meg ezt a szallagot, mert amikor esés van, akkor neki bomba biztosan úgy keresnie, hogy igen, ne érjen földet. Igen. Hát a kötözési, hál' Istennek a technikai része, az mivel régóta gyakorlatozunk, és akik versenyre járnak, azért el kell mondanom, hogy ők több éves tapasztalattal rendelkeznek, tehát akik már eljutnak Európa és világbajnoksági szintekig, ott azért nem egy év után történik ez, hanem jó pár évet el kell tölteni légtornával, és az a rutin, az a sajátosság, ami kialakul az idők közben, az egyébként a gyerekeknek megvan az a tehát az a sok tapasztalatból az az érzet, hogy mikor van az, hogy minden rendben van, és amúgy érzik pontosan, mikor van az, amikor valami nem. Olyankor inkább érdemes most verseny ide vagy oda kibontani a kötést, és újra kezdeni, és nem foglalkozni aztán a koreográfiával. A légtorna az egy nagyon különleges sportág, de nagyon-nagyon nagy önfegyelmet, és nagyon nagy, hogy mondják, ez agyban, hogy nagyon ott kell lenni, mert
még más sportágnál jó, sokkal inkább kiszámíthatóbb, hogy mi fog veled történni. Itt, amikor fölmész az anyagra, az anyag megcsavarodhat, aláfejed nem pont oda érkezik, ahova kell. Tehát annyi olyan plusz apróság van, amit ott fejben el kell tudni dönteni, hogy ez még belefér-e vagy már nem, és ehhez kell nagyon-nagyon sok rutin és sok év tapasztalat és gyakorlás, hogy ez játszik könnyedséggel, ez a fajta probléma megoldás odafönn, és pedig hiába fix a koreográfia, hiába be van gyakorolva a zenére, de akkor is mindig benne van a lehetőség, hogy valami nem úgy érkezik oda, ahogy kell. Most közben már itt a világbajnokságnak a képeit látjuk, itt az egyik gyakorlatot már, amiben tényleg már így a lány, ő már tényleg mint egy balerina úgy mozog, ugye, igen, a felvezetés, igen. Gondolom én ez a része. Ugye a világbajnokság az nagyon, szerintem, hát közel volt az Európa-bajnoksághoz, ugye mind a kettő Olaszországban volt, időben nagyon közel voltak egymáshoz. Mi történt ott kint Olaszországban? Mennyi időn keresztül voltatok kint? Hány versenyzővel voltatok kint? Milyen gyakorlatokat mutattak be a lányok? Uh-huh. Szerdán indultunk, 6-án Olaszországban. Akkor minden évben kiadnak az ilyen nemzetközi versenyekre egy workplant, hogy mi az útmutatás. 7-én ilyen technikai bejárópróba és regisztráció van, tehát már úgy akartunk érkezni, hogy a 7-ét már egy kicsit átszellemülve, az ottani ritmust felvéve, hogy ne az utazásból érkezzünk hirtelen felindulásból meg. És akkor 8-án és 9-én zajlottak a versenyek. 11 gyerekkel indultunk ki a világbajnokságra, szerencsénkre Olaszországban volt, ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert a tavalyi évben Amerikában volt, és azért Amerikába elmenni, az mind a szülők és mindenki számára az egy még nagyobb kihívás, az utazás és nyilván a költségek és minden miatt is. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy Olaszországban rendezték meg. És akkor egy kis busszal és több személy autóval, egy majdnem kis busszal, azért megpróbáltuk megoldani, hogy csoportosan utazzunk, hogy a szülőknek egy kicsit tudjunk segíteni ezzel, és hát nagyon jól alakult, tehát a gyerekek nagyon nagy szimbiózisban voltak, maga ez a csapatélmény, hogy szülők, gyerekek, maga a szálláshelyen az, hogy lementünk tengerpartozni a szabadidőnkben, tehát mondták is a gyerekek, mikor megjöttünk a világbajnokságról, hogy Hajnaka, nem lehetne, hogy most valamikor csak úgy elmegyünk nyaralni, hogy stressz nélkül, mert annyira élvezték. És akkor utána jött nyilván a versenynap, hát ott akkor jön a hajfonások, a rákészülések, és minden egyéb teendők, ami még itt pluszban van, megvan mindig adva, hogy mi az, ami kötelező, hogy bent legyen, a versenybugyitól kezdve. Tehát ilyen kis apró cseprő dolgok, amik nagyon fontosak, mert ott még képzeld el, azt is nézik, hogyha a fehér nemű átlátszik a jelmezen, akkor azért is pont levonás jár. Tehát, hogy nagyon-nagyon ilyen apró, nem lehet fülbevaló a fülükbe, tehát ilyen rengeteg apró cseprő szabályok tömkelege. Na hát, és akkor a világbajnokságon eljött a pillanat, hogy... Most itt éppen egy hemokot látunk. Ugye nekem nagyon sok hemok koreográfiám van, van Szilk és Karika is. Karikába két duó indult, ő a Lala éppen. Hát és a talaj egyébként nagy szerencsém az, hogy én fiatalon kortást táncoltam, és ebből van is végzettségem, tehát én igazából azt a tudást, ami nem csak a légtorna, nem csak a cirkuszpedagógia, és nem csak, tehát ezek mellett a kortást tánc tudásomat is, nyilván ez most nagyon jól jön, hogy mivel látszik, hogy ez ennyire fontos. Például sok évvel ezelőtt lehetett a talajkoreográfiában rengeteg akrobatikus elem, de ugye az évek alatt ezt is változtatgatták, hogy egy légtornásznak nem akrobatának kell elsősorban lenni a talajon. Ezért például egy akrobatikus elem lehet benne csak a talajkoreográfiában, és az anyagon pedig minél színesebben, még azt is pontozzák, hogy mennyire struktúráltan használod ki az egész légtornász anyagnak a magasságát, tehát hogy nem minden elem csak fent történik, vagy nem minden elem csak lent, hanem ez a föllejárkálás és minden irányból mindenféle attrakciók bemutatása, ez nagyon fontos. Mondtad ugye ezt a versenynapot, hogy aztán elérkeztetek a versenynapig, ez egyetlen egy nap? Tehát egy napon volt az összes szerem? Elvileg úgy volt, mi arra készültünk,
A VB és az EB-re mindig minden szülőnek azt mondom, hogy úgy készüljenek, hogy amit mondanak, hogy így lesz, ahhoz képest még lehet bárhogy is. És hál' Istennek a szállást is így foglaltuk, hogy én nem akartam kicentizni, hogy versenyzés után este már hagyjuk a szállást és megyünk is. És ez szerencse is volt, mert nem fértek be a versenyzők egy napra, és útközben módosították a versenynapokat, és így lehet az, hogy 8-án is, és 9-én is volt verseny nekünk. A szilk szakág szerepelt szombaton, és a hemok és karika szakág pedig pénteken. Milyen korosztályokban képviseltettétek magatokat? Nálunk nagyon, nagyon vegyes. Nálunk voltak egész picik is, a varsity korcsoportban, voltak junior ások, junior bések, és még szenior is volt, úgyhogy tőlünk. Igazából mi lefettük, minden korcsoportban indult tőlünk versenyző. És hát nagyon sok érmet szereztetek. Igen. Országunknak, milyen, és őt a városunknak, milyen érmek születtek? 5 aranyérem, 5 ezüstérem és egy bronzérem, egy negyedik hely és egy 6. hely. Ez így a 13 koreográfia. Hát aranyéremből, szilkből a Szász Eleonóra, Tornyai Emma volt a szilkből, aztán hemokból Magyar Mia, most gondolkodom, hogy annyian vannak. Volt még aranyérem, igen, a Bocska Anna és a Begyár Horváth Emese, ők karika duóból indultak, és még volt egy 5. Jaj, bocsánat, csak annyi érem van, hogy mondom addig az ezüstérmeket, ott Pencs Laura a hemok szakákból, a Németh Sára a hemok szakákból, sikeresen, egyébként voltak mezőnyök, ahol nagyon erős volt, tehát ott voltak ukránok, és tehát ők például nagyon jók. Akkor még ezüstérmünk volt a duó karikapárosba, Rabi Tünde és Marton Fanni is. Akkor a Füzes Jankánk Varsity-ből, ő hemok szakákból. A Belgyár Horváth Emese, ő hemokból, azt hiszem, igen, ő bronzérmes lett, ja, és aranyérmes lett az Annával duóban, azt talán már mondtam. Akkor az Anna karikája 6. lett, az Adrien, Nagy Adrien, igen, ő hemokból lett az aranyérmes, ő volt az 5., és ő indult szilkben is, ott pedig 4. helyezést ért el. Úgyhogy elég struktúrált volt, nagyon sokan vagyunk, és nagyon izgalmas volt az egész verseny, és a gyerekek annyira szurkoltak egymásnak, és annyira egy lélekként mindenki, amikor már bemelegítés volt, akkor oda mentek egymáshoz, adták az erőt, a csít, hogy mindenki a legmegfelelőbben szerepeljen. Nagyjából már érintetted, illetve már valahol beszéltél róla, hogy hol is tart most ez a sportág, így a világban, az országunkban, itt a városunkban. Hol tart most a légtorna? A légtorna az ott tart, hogyha nagyon minden jól sikerül, akkor most már fönt van abban az államtitkárságban, hogy hivatalos sportággá váljon. Igazából minden, a Magyar Légtorna Szövetség azon munkálkodik, hogy minden erejével, hogy el is fogadják, és igazából egy régi sporttörvénynek az elavultsága miatt egy törvényi módosításra vár ez a történet, hogy ez következő lépcsőfokra léphessen, és hát ezt mi nagyon várjuk, mert a légtorna az egy nagyon, a rúrusport is természetesen, csak nekünk minket a légtorna érint inkább, tehát egy nagyon erős sportág, és azt gondolom, hogy van létjogosultsága a egyéb sportágak mellett, hogy elfogadják, mert igenis ez nagyon nagy erőt és agymunkát és mindent követel a gyerekektől. És nem csak azoknak, akik versenyszerűen sportolnak, hanem azok számára is, akik szabadidősportként választják ezt, mert tehát az izomtónusokat, ahogy kialakítja ez a sportág, a fegyelmezést, a testkontrollt, a jobb és bagy agyféltekének az össze. Én mozgásfejlesztésként is hiszek ebben a sportágban. Nem kell mindenkinek óriás párgákat tudnia, és nem kell mindenkinek 4 méter magasságból zuhangatnia, hanem azt gondolom, hogy ez egy testfegyelmet és egy testtudatot építő sportág, úgyhogy művészeti is, tehát a művészeti oldalról is meg lehet, sőt, nekem az a kedvencem, tehát én elsősorban nem versenysportolókat szeretek edzeni, az már egy másik történet, hogy nyilván ebben is fejlődünk. De én azt gondolom, hogy megfogalmazták a világbajnokságon is több edző is, hogy a én tanítványaimnak nagyon erős az előadó művészeti jelenlétük,
vezetők, és nyilván ennek is köszönhető azok az eredmények, amiket most hazahoztunk a világbajnokságról, mert nekem az elsődleges nagy szerelmem az a művészet. És mivel az évek alatt nem csak azt gyakoroljuk, hogy hogy csináljuk meg az elemeket, hogy kötözzük, hanem maga az előadó művészetre van nagyon sok hangsúly fektetve, ettől gyönyörű, és ettől koreográfia, és ettől előadás ez a versenykűr, de mondom, tehát hogyha csak simán valahova elhívnak minket fellépni, akkor ugyanezt az attitűdöt szeretem megkövetelni, és átadni is a gyerekeknek, mert ebben hiszek, hogy ez egy olyan lelki szabadságot ad ez a fajta, hogy tátosságérzés, én is szoktam mondani, hogy valami olyat tudunk, amit kevesen tudnak, és olyat merünk, amit kevesen mernek, és ez a szabadságérzés, azt, hogy a testünkkel odafönt, olyan, és az erőnkkel, és a tudatunkkal olyan dolgokat képesek vagyunk létrehozni, szerintem ez annyira gyönyörű, és szerintem ez a szellemiség az egész teremben azt hiszem kézzel tapintható, hogy mindenki imádja, ezt imádnak lógni. Hány éves kortól ajánlott egyébként ez a, hát a szilkis, meg a, nyilván azt hiszem, hogy a hemokkal érdemes indulni egyébként. Azzal szoktam kezdeni, igazából mindegyiknek megvan a gyerekverziója, tehát a hemokot, szilket és karikát is lehet úgy kezdeni, hogy kezdőként, de én a hemokot szeretem elkezdeni mindenkivel, pedig abban is nagyon extra dolgokat lehet csinálni úgy, mint a szilkben, de azért szeretem a hemokot, mert a gyerekeknek a komfortzónája, meg az, hogy kialakuljon egyáltalán a testtudatképük, hogy feje lefelé, mikor a jobb lábamat ide kellene fűzni, bevinni combtőre és átkapaszkodni, hogy ezt egyáltalán feje lefelé le tudják hozni, hogy melyik testük mit csinál és mi kapaszkodik éppen, azt gondolom, hogy egy nagyon alacsony magasságra állított hemokon lehet ezt legjobban elsajátítani. És amikor ez az alapbiztonság, hogy a testemet tudom irányítani a levegőben, úgyhogy kapaszkodik mindenem, ami éppen kell, hogy kapaszkodjon, akkor utána lehet más szereken, vagy a hemokon komolyabb szinteken eljutni. Mennyi gyakorlás kell mondjuk ahhoz, hogy valaki Európa bajnok legyen, hogy világbajnok legyen, mennyi év kell ehhez szerinted, mint edző? Úgy gondolom, hogy nyilván az nagyon fontos, hogy több év tapasztalat az mindenképp kell, de azt el kell mondjam azt is, hogy vannak gyerekek, akiknek, tehát mindenki más sajátossággal érkezik a teremben. Vannak olyanok, akik nagyon kötöttek, már gyerekként is, és azoknak a gyerekeknek eleve a hajlékonyságot és a spárgákat elérni az egy feladat és egy kihívás, és még utána a technikai tudás és minden egyéb is majd egy újabb kihívás. Viszont vannak olyan gyerekek, akiknek vagy genetikailag, vagy pedig tényleg olyan sportot üztek pici gyerekként, ami ezt elősegíti. Tehát vannak olyan tanítványok, akiknek ez lerövidül ez az idő, vagy pedig van erejük. Van olyan gyerek, akinek az, hogy kétszer fölhúzza magát a levegőbe, hogy karból megtartsa, az nehézséget jelent. A másik kicsinek nem jelent nehézséget, mert annyit mászókázott a játszótéren, hogy ez simán működik nála. Tehát nagyon különleges és sajátos adottságokkal érkeznek a teremben, és azt próbálom nyilván megtalálni, hogy kit melyik irányba kell először fejleszteni, hogy aztán összeérjenek ezek szépen, de mindenképpen ahhoz, hogy versenyzőké váljanak, ahhoz azért kell a több év tapasztalat és rutin. És az biztos egyébként, nekem is az egyik gyerekem próbálkozott ezzel a sporttal néhány évig, de aztán úgy lett apuka, hogy egy kicsit azért veszélyes sport, vagy hát művészet, vagy nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy mindenféle izomra azért szükség van. Igen. Tehát, hogy az ember így kívülről nézi, gyönyörű, csodás, de hogy tényleg ebbe annyi energia, annyi munka és annyi izom van egy-egy koreográfiában, hogy tényleg nagyon sok. Mik a célok így a jövőre nézve? Hú, hát célok azok mindig vannak, épp csak kijövünk egyik feladatból, és már azt veszem észre, hogy már a következő feladaton próbálom pörgetni a dolgokat. Hát legfőbb cél, amit én most kitűztem, hogy egy méltó légtornászterem meg tudja kialakítani, főleg a versenyzők miatt ez a legfontosabb, mert nagyon-nagyon szeretem az edzőtermünket, az egy olyan varázslatos hely, amit nem is tudom, hogy még ezt, még mint amikor a gyermekedet próbálod elengedni, tehát hogy még ott billeg, hogy jaj, de hogy az mi lesz, hogy lesz. De az biztos, hogy a magasság az nagyon-nagyon-nagyon kell, mert hogyha olyan az Európa-bajnokságon és a VB-n is, ugye van egyfajta magasság, egy 6-7 méter, amit be kell járni. És nagyon sok versenyző van, akinek nem adottak a körülmények, és úgy készülnek fel a versenyre,
és próbálkoznak azzal, hogy nyilván elmenni belmagasságba néha edzeni, de aztán ott a ilyen megmérettetéseken derül ki, hogy ez a fajta magasság egyben térérzetben és egyebekben, meg rutinban, hogy azért az hátrány. Hátránynak számít. És én azt szeretném, bár most is két helyen edzünk, pont emiatt, hogy ezt nekünk ne legyen hátrány, tehát nekünk van egy magas belmagasságú, de a nap minden pillanatában nem tudunk ott edzeni. Tehát van egy kisebb, egy 4,5 méteres is, az egész jó, nem mondom, hogy nem jó, csak most van az, hogy azokhoz a zuhanásokhoz, ahhoz a magas elemekhez, ami még extra, még attraktívabb, azokhoz kellene még nagyobb belmagasság, és ez a idei év célja, hogy ezt meg tudjam valósítani, mert azt gondolom, hogy Székesfehérváron méltán mondhatom, hogy büszke lehet rá Fehérvár az eredményekre, a lányokra, és azt hiszem kijár ennek a sportágnak az, hogy méltóan tudjunk készülni, mert azt gondolom, hogy ha olyan helyen tudunk felkészülni, akkor még több eredményt is, és még többen lehetőséget kapnának erre a versenyzési lehetőségre. És már van is olyan hely, amit már így te tudsz, hogy ahol ilyen feltételek adottak lehetnének? Igen, van. Még titokba tartom egyelőre. Az az igazság, hogy hatalmas beruházást jelent, mert bár a hely ideális lenne számunkra. Azt kell tudni, hogy Fehérváron én már szerintem az elmúlt 10 évben mindenféle épületbe és mindenhová bementem, pont ezért, és már mindenkitől kérdezősködök, hogy mit hol lehetne. Találtam egyet, amiből nemrég költöztek ki. Tökéletes lenne nekünk, de hát nagyon olyan állapotban van, hogy az rengeteg ráfordított erőt, időt és költséget jelent. Arról nem is beszélve, hogy nekünk a légtornánál a legspeciálisabb sport, mert nekünk nem mindegy, hogy a mennyezeten mi történik. Nekünk oda kell egy nagyon erős, stabil fém acélszerkezet, ami megtart minket, amiről biztonsággal tudunk zuhanni, hogy én is biztonságban érezzem a gyerekeket, és minden szülő is, mind az egész város, hogy azok a gyerekek, akik ott edzenek, azok a megfelelő belmagasságban is megfelelő szerkezeten lógjanak, és ott például ez nincs meg. Tehát még ez a másik nagy kihívása a történetnek, hogy a helység az meg is lenne, csak ennek a fajta, a beruházása az, hogy ez igazi légtornászterem legyen, az már egy másik kihívás. Akkor ez egy nagyon közeli cél, tehát hogy ezt már nem sokára akkor el kéne érni. Mikor lesz a következő távlatip cél, tehát mikor van az EB vagy VB, vagy mit lehet? A következő cél, a Magyar Légtornász Szövetség minden évben, most már úgy látszik, hogy ez rendszeres lesz, két versenyt is hirdet, ami kvalifikációs, van egy sport, és van egy art, a művészeti, tehát most már ez is cél, hogy mindkét szinten legyen ez a kvalifikációs rendszer, mert külföldön, Amerikában már tavaly volt világbajnokság árt kategóriában is, és ezért meghirdették. Most az történik, hogy Barcelonában december környékén elvileg a rúzsportnak már tuti biztos, hogy lesz világbajnoksága, az Érielnek valószínű, hogy még nem, de még én úgy vagyok vele, hogy ez még mindig változhat, tehát hogy a decembert azt úgy valamennyire számon tartom, de a következő igazi cél, ami biztos, az 2024 május környékén a következő országos nagy bajnoksága, ami ugyanígy kvalifikációs. Ez minden évben kvalifikálni kell, tehát hogy aki ebben az évben ki tudott jutni nemzetközi versenyre, annak újra készülnie kell, hogy megvédje a címét, és hogy újra tudjon ezen a szintére mozogni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Gratulálunk a Hajnalmozgástérnek neked, a növendékeknek az eddigi sikerekhez, és hát akkor kívánom azt, hogy akkor meglegyen a következő kvalifikáció is mindenkinek, aki nagyon szeretné. Szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Fehérvári Beszélgetések vendége volt Molnár Hajnalka, a Hajnalmozgástér vezetője, akinek a növendékei nagyon szép eredményeket értek el Olaszországban a Póza Légtorna és Rúd világbajnokságon. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.